Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Nem tudom, elgondolkodtak-e azon, persze, miért gondolkodtak volna el, hogy milyen nehéz elkezdeni egy show műsort. Kellene valami meglepőt csinálnom itt az elején, vagy minimum valami mulatságosat, vagy lenne a hónom alatt egy dosszié, amiből különböző érdekes történeteket varázsolnék önök elé, de hát se dossziém nincs, se. Szóval, vagy valami személyes jellegű. Igen, igen, ez jó, én azt hiszem, ez egy jó recept, ha az ember hirtelen magáról kezd beszélni, lehetőleg nagyon elmélázva és hosszasan. Tegnap előtt mentem a Rákóczi úton, szembe jött velem egy nagyon-nagyon szimpatikus úr, kisfiával, a gyerek lehetett 8, maximum 9, 8, inkább 8 éves. Amikor az úr közelebb ért hozzám, láttam, megcsillant a szeme, fölismert. Ez egy biztos érzés, ennyi év után az ember már ezt megérzi. Megszólalt, azt mondta, tiszteletem művészem, kívánok, hogy van művészem, köszönöm, hogy szolgál a kedves egészséget, köszönöm szépen, és már mentek is tovább. Hallom a hátam mögött, hogy a gyerek is megszólal, azt mondja, apa, ki volt ez, mire a férfi fogalma nincs, nem ugrik be. Azért is örülök különben, hogy majd havonta találkozunk, mert itt talán még a gyerekek is fölismernek az utcán. Nekem viszont most eljött egy nagyon-nagyon szellemes vicc. Két rendőr áll a pesti oldalon, néznek át a budai oldalra, megszólal az egyik. Nézd, a budai vár, mire a másik. Hadd várjon, első a szolgálat. Ehhez tartom én is magam, első a szolgálat. Kezdődjék a show. Szia! Itt ülök egy fekete mellett a presszóban. Gyere le, ha tudsz. Én meg itt fekszem egy szőke mellett. Hát, ha tudok, nem megyek. Ha nem tudok, akkor megyek. Figyelj, látom a tanárnéninek a térdét. Szemtelen kölyök. Hazamész. Két napig ne lássalak. Igazolatlan. Látom a tanítónéni zombiát. Ezt is hallottam. Mars haza, Peti. Két hétig ne lássalak. Intő. Jancsikán, te hova mész? Tankérem, én olyat láttam, hogy idén én már be se jövök az iskolába. Jaj, drágám, én nem tudom, de annyira fáj a fejem. A fejed. Már nem is fáj. Na. Ó, édesem, a fogam. A fogam. Édesem, igen. Már nem is fáj. Új, tunci mókus a vállam, nagyon fáj a vállam. De, nagyon jó, már nem is fáj. Bocsássa meg, elnézést. Aranyere, nem gyógyít. Főúr, kérem, hozzon nekem egy menüt. Menüt? Igen, nincs menü. Egy első osztályú étterem. Nagyszerű, akkor kérem az étlapot. Na, nézzük. Na, de ez az étlap tegnapi? Na, az ételek is tegnapiak. Ajjaj, akkor legjobb, hogyha valami frissen sültet eszem, mit tud ajánlani? Pécsi szeretet, vagy egy rántott csirkét? Ártlap. Attól függ. Mitől? Mit hozott uraságod magával? Hogy nincs se szárnyas, se borjuhús. Tegnap vasárnap volt. Tudja, mit összetudnak zabálni a vendégek? Mint minden fogyott. Na mindegy, akkor csináltasson nekem valami vackot. Ez egy vackot kérem. Ez egy első osztályú étterem. Nem szolgál vackot kérem, csak első osztályú ételeket szolgálom. Akkor hozzon nekem első osztályú. Azok elfogytak. Ha csak uraságod nőtt, nem kér valami készétel. Azt mondta, hogy azok tegnap ilyen. Nem mind, nem mind. Vannak tegnap előtt ilyen. Szép kis vircsapt, mondhatom.
Nagyon megkérem, uramság, ne sértegesse ezt az éttermet, ez egy osztályon felül, első osztályú étterem. Nagyszerű, lehet, hogy az étterem osztályon felül, de a kiszolgálás kritikán aluli. Tudja mit? Akkor innék valamit. Mit, bort vagy sör? Bort. Mit tud ajánlani? Van kadarka ezer jó leányka, de ahogy elnézem uraságodat, uraságod, sört fog rendelni. Miből gondolja? Már a bor is elfogyott. Igen? Akkor hozza nekem egy pohár sört. Csak üveges sörünk van. Akkor hozzon üvegeset. Nézd, világosat, barnát? Világosat. Csak barna sörünk van. Akkor miért kérdezte? Mert illik érdeklődni a vendég ízlése iránt. Na jó, hát akkor hozzon nekem egy üveg barna sört, de jó hideg legyen. Na azzal az egyen sajnos nem tudok szolgálni, mert bedöglött a jégszekrény jegünkbe. Nincs. Tudja mit akkor? Hozzon nekem egy sós kiflit. Micsoda? Egy sós kiflit. Itt van. Ha udvariasabb is lehetne. Nem egy olyan vendéggel, aki sóskiflit szekkel. Kíváncsi vagyok, hogy mit szólna, ha nem adnék borra van. Jobb, ha uramságot nem is érdeklődik. Úr, kérem, ez a kifli, ez kőkemény. Ahogy hallom, jó masszív anyagból készült. Ezt a kiflit képtelenség megrágni. Küldje ide a tulajt. Idekül, nem csapkodjuk már ide küldeted, de fölösleges. Mi? Ő se tudja megrágni. Önök menjen ma oda ehhez. Jövök már. Várj egy kicsit, Mistuka. Mi a gondja, tanár úr? Gratulálok. Na. Szörnyű személyzete van. Végre egy jó hír. Magának ez jó hír? Hát miért? Maga az első vendég, aki nem az ételekre panaszkodik. Itt vagyok, Béla. Maguk mit akarnak ki? Jó napot kívánok. Jó napot. Jó napot. Ezért kár volt feljönni a hatodikra. Mit akarnak ki? Mi az újság ügyében jöttünk. Újság? Az ötödikről jöttek. Nem én loptam el az újságot. Maga tetszik eltartót keresni, nem? Mi? Eltartót? Minek nekem eltart? Eltartót. Az eltartási szerződés. Ja. Nagyon vártam már magukat. Tessék, de... Köszönjük. Köszönjük szépen. Ott lehet ülni. Nagyon vártam magukat, mert a mostani eltartom nagyon magának való ember. Hogy már van eltartója? De nem tartja be a szerződést. Hogy? Nem törődik benne. 5 hete bement a szobába, azóta nem hajlandó kijönni. Csak ez a szörnyű szak. Na hát ez itt a lakás, ugye. 3 szoba, hokerni labor, hal. Ez a hal? Mit mond? Ez a hal? Hallok! Ez az ebédlő. És a hal? Kint van a jégszekrényben. Szeretik rántva? Milyen szép kis lakás. Nem kis lakás, ez nagy lakás. Én Nagy Béla vagyok. Vitéz alsó és felső fogsori Nagy Béla. De ti csak szólítsatok egyszerűen. Vitéz alsó és felső fogsori Nagy Béla. Tekintetes úr. Na, azt hiszem, be kell venni a gyógyszerem. Hol tartottam? Én speciál a hányingernél. Ágikám, szabályok, valamilyen szabályokról tetszett beszélni. A szabályok, nem? Az ember 85 évesen is ragaszkodjon a szabályokhoz. 85 éves tetszik lenni? Na, majd 34 vagyok, csak sűrű életem. 85 éves! 85 éves vagy. 85 év, az jó sok. Jó, pláne az ember még beleszámítja
5 év recski munkatábor. Ott is tetszett lenni? Ja. Szomorú. Szomorú, nem szomorú. Valakinek vigyázni kellett a foglyokra. Az előbb valamilyen szabályokról tetszett beszélni. Szabály. Szabály. Ja, első szabály. Nőt felhozni. Tilos. Na, ezzel én is egyetértek. Kus. Hagyáskára is vonatkozik. Bocsánat, tehát hogy nekem feleségem van. Na, és akkor nekem is volt, öcsengettem ide föl. Második szab. Fiam, te szereted az állatokat? Igen. Jó, az jó. Mert akkor kedden, meg pénteken kiviszel az ügetőre, szerdán meg vasárnap a galopra. Az állatokról jut eszembe. Gyerek, gyerek van? Még nincs, de szeretnénk. Harmadik szabály. Nem járulok hozzá. Hát azért már ne is tessék haragudni. Nem jár. Mégiscsak. Nem akarok gyereket. Fölidegesítettem magam ezzel a gyerek dologgal. Ne tessék haragudni, negyedik szabály is van? Negyedik szabály is van. Kádba belépni. Tilok. A kádba? Miért? Mert benne van a Lajos. Lajos? Ez ki? A karácsonyi ponty. Nem volt szívem megsütni. Tehát akkor most a pontyozott úszkál a kádba? Nem hiszem. Miért? Mert megsütni nem volt szívem, de nagyon ütni volt. Ötödik szabály. Hát egyszer ugye én is meghalok. Igen, na ne tessék mondani. De ha a jóisten megsegít és ti halnátok meg elé, te fiacskám például arra az aranypecsét gyűrűre már nem lenne szükség. Hatodik szabály! Ide figyelj, te mocskos gazember! Te utolsó féreg! Te tetve a földre! Te! Vizet! Jóisten! Vizet! Jóistenem! Vizet! Jöjjön már valaki segíteni! Segítség! Hát, nem tudom, kedvesem, de én ezt igennek veszem. Tessék, nyitva! Nem szégyeli magát, fiatalember? Mennyit vastítszem, vagy mi van? Nem látja, hogy egy terhes nő áll maga mellett? De szép kis pocakja van. És ez magát nem zavarja? Engem zavarja a férjét. Hát mi, enyém a gyerek, vagy mi? Én arról beszélek, hogy a hölgy nem tud letűnni. Hát velem is nagyon gyakran van így. Azt mondja az orvosom, idegzsába. Beáll ez a izzett derekam, most nem... Maga nem tanult illemet. Nem, én minőségbiztosítási ellenőr vagyok. Nem adná át a helyet? Miért? Nem szeretne egy ablak mellett ülni. Én a hölgyről beszélek. Ja. Hölgyem nem adná át a helyét az idősasszom Kának? Magának kell átadni a helyet. Miért adnám én át a helyemet? Hát nem is, örülök, hogy ülök. Miért nem engedi, hogy a hölgy leüljön? Én nem engedem. Látjuk maga, van egy szabad helyet. Van egy szabad hely, húppanjon rá. Azért nem tud leülni, mert maga nem adja át a helyét. Hát miért adnám át? Azért, mert ez a hölgy terhes. Hát mi közöm hozzám, mint én vagyok a gyerek apja. Nem, de azért lehetne udvarias. Adja már, mi keresztülő ne legyek. Figyeljem, annyira izgatja magát azok. Adját maga a helyet a kis hölgy. Én egy idős nyugdíjas asszony. Drágám, az ön életrajz azt abszolút nem érdekel. Hát maga nem csak udvariatlan, hanem pimasz is. Szeretném látni, hogy mit szólna ehhez az édesanyja, ha látná. Kíváncsi rá? Komolyan? Mama! Csúszál már ide, én itt érdeklődik. Na, mondja el neki a témát. Jó napot! Jó napot, Bélem! Ez tényleg egy kincses térkép volt? Persze. És maga tényleg kincsek lelőhelyeit árulja? Megásul. Tehát mi olyan furcsa ebben? És mekkora kincsek ezek? Kérem szépen, kicsitől egészen nagyik. Milyen tóhajt? Hát... Van, kérem szépen, kalózos, ókori és aladinos. Hát, ha lehet, akkor egy kalózosat. Kalózosat. Na jó. Tessék, itt van ez egy bermudás.
És biztos, hogy van ott kincs? Ő már hogy ne volna át jelölni a térkép. 15 000 forint az ára. 15 000? És mekkora kincs ez? 300 millió. De akkor miért nem maga ássa ki? Hát akkor kimaradna itt az üzletben. Ja, ezért nem megy ásni. Hát, ásod kér? Nem. Igazam van, mert sokkal romantikusabb kézzel kaparászni. Nem, nem azért nem kérek, hanem mert nem hiszem, hogy ezek a térképek kincset jelölnek. Akkor ellenőrizze. Ez itt van találomra, ez egy ilyen referencia térkép. Tessék. Ez mennyibe kerül? Ez 100 forint. Csak 100 forint? Igen. És mi van rajta? Itt kint az udvar, itt az almafa, és itt az almafától 1 méterre kell ásni a délkeleti irányba. És ott mit találok? 100 forintot. Hát nem túl sok. Nem nagy kincs. Tehát, ha jól számolok, akkor 100 forintért találok 100 forintot. Pontosan. És ebben mi a jó? Hát, az élmény. Nekem és magának? Nekem az önbizalmam, hogy stimmel a referencia térképen. Hát még mindig nem győzött meg az alma fájával, hogy a Bermudán találok kincset. Nem. Akkor mutatok valami egészen mást. Tessék, nézze meg, uram, ezt a kincses térképet. Tehát ez a Plutó? Plutón ássa a kincset? Hát mi ne ásadna, uram, de nem gázbolygó az. De ki ásta el? Ki a Plutó lakók? Hát ember még nem járt ott. Vannak Plutó lakók? Hát hogy ne lennének, uram? Hát akkor ki ásta volna a kincset, mint kérdezték. De hogy került ide ez a plutói kincses térkép? Nem is gondolja? Nem. Tényleg nem gondolja? Tényleg nem. Leesett. Leesett? Éjjel, amikor látni a Plutót, maga mindig nem hisz nekem. Még ha hinnék is magának, hogy van a Plutón kincs, hogy találok oda? Uram, adok róla egy másik térképet, ez pontosan lehetem van, hogy a Jupiternél kell eszem elfordulni balra. Nem hiszem, ez nekem túl messze van. De ennyire bizalmatlan hozzám, uram, akkor hozhat maga is kincset. Mi, hogy én hozzak kincset? Hát magának kell, nem? Na de hát, ha nekem van kincsem, akkor minek hozzam ide? Azért szépen elássuk, én megjelölöm egy térképen, és akkor maga kiás. Nekem nincs kincsem. Az baj, már mi adjuk a kincset, ez egy vagyonba kerül. Maga még mindig nem bízik bennem? Nem. Meg fogja bánni. Nézze meg, uram, ezeket a figurákat itt a falon. Hát, ezek ilyen elég nyomorúságosaknak tűnnek. Hajléktalanok, csövesek, kukázók. Egyik sem vett tőlem térképet, még besetették a lábukat itt a boltba. Aztán most kukázhatnak, mondja, maga is ide akar jutni. Nem. Na. Most nézze meg ezt a falat. Ezek mind politikusok? Nem, a Bill Gates meg a nagybátyám nem, csak a többi. A törzsvevőköröm. Ha? Mit gondol? Miből gazdagodtak meg? Korrupció. Dehogy, uram, maga hisz a mesékben. A kincses térképekből. Ők is vettek? Vettek, vesznek, évente. Plutósat? Azt is, uram, ezek a csillagot lehoznák az égből. Ezekkel a térképekkel ellenőrzheti a parlamenti képviselőket. Mindegyik boldogan csatolja a térképeket a vagyonnyilatkozatához. Ugyan, adjon két Plutósat. Itt van az összes haverom, zimbel-zum, zimbel-zum, lesz-e-fisz-e bum-bum-bum, totál piás már a nászi, rájuk önt a halászi, zimbel-zum, zimbel-zum, lesz-e-fisz-e bum-bum-bum, kezdődik a házi buli, röpköd a sok katyapugyi, zimbel-zum, zimbel-zum, lesz-e-fisz-e bum-bum-bum, leesett a hú a rétre, rávagytam az árnyék székre, zimbel-zum, zimbel-zum, lesz-e-fisz-e bum-bum-bum. Az a kár, csak anyádat tűnvál. Fizetni szeretnék. Már harmadszor szólok. Miklós biztos megint kávézik. Franc essen a koffeinista fejébe. Ne haragudj, sietek. Azért, mert neked nincs semmi dolgod, nekem még lehet. Nem sokára itthon lesz Dani. Nem tudom, hol jár Ákos. Velem soha nem közlök, hol jár. Azt hiszem, rövidesen meg fogom gyűlölni. Talán már gyűlölöm is.
is itt? Mikor jön meg, apu? Honnan tudjam? Ugyanúgy anya nélkül élek apával, mint te. Hány hete is temettük el, Zoli? Mit tudom én? Szegény Zoli. Köszönöm, doktor úr, megnyugtatott. Tudja, nemrég temettük el Zoltán. De volt olyan rohadék, aki nem ment el a temetésre. Nem értem, Gabi. Időnként szerelmes, időnként nem szerelmes, állandóan belga csoki teszik. Alig várom a pénteket. Jó meccs lesz. Megnyugtatott, doktor. Köszönöm. Eszter, Mihály! Hoztam mirelitgombócot, meg belga csokit. Egyetek! Nekem most el kell mennem. Csaba, valami autolopás ügybe keveredett? De jó, hogy ez Zoltán! Nem élhette meg! Nem értem ezt a Miklóst. A Berényi gyerekek előtt annyi rossz példa van. Zsuzsa anyának jó, de feleségnek nyughatatlan. Andris szerintem lelkiismeretes, Miklós pedig sunyi. Klaudia pedig megéri a pénzét. Rohadt! Ganélyed népség ez! Nem érítem a Hoffer gyerekeket. Csonka család, csonka élet, csonka jövő. Úgy tűnik, mintha nemrég temettük volna el Zoltán. Miért nem viszed el anyutek szállodába pihenni? Nem igaz, hogy ennyit nem tehetsz meg? Neked Zoltán emléke? Smafu! Nem igaz, hogy terhes vagyok. Mindenki szemét körülöttem. Úgy is kitaposom a veled, te szarházi! Téged te pofán váglak, ha nem hagyod abba Éva molesztálását! Nekem te ne pofázzál! Te is csak azért mentél Zoltán temetésére, hogy lássalak! Gyűlöllek! Nem bírom már tovább, mindenki szar körülöttem! Kerisztelen szemét, férgek! Hát ezt akartátok? Ez kellett nektek? Hát tesztek! Bezzeg Zoltán temetésre nem tudod eljönni, az a született gonosz! Kiszúrom a szemedet! Feljelentelek! Eltöröm a csuklódat! Dögölj meg! Lerúgom a veséddel! Rohadj meg! Menj a fenébe! Új élet vár, leszólhatsz mindent, mindent Mónikám, Zsoltikám. A sáros sos, jó sorozat kár, csak anyádok kezdvár. Tiszteletem, jó napot kívánok. Étlapot teszik van a család? Bögögyet, van-e? Tessék? Hát nem baj, ha nem nagyon, csak hogy bögögye legyen. Ne haragudjon, nem ismerem ezt a bögögyét. Van ennek valami más neve? Karikás Márton vagyok, Marci bácsi. Nem magának, hanem a bögögyének. Jó van, Tatonyának is hívják, de mondják azt Csibókának. Hát sajnos így sem ismerős. Ilyen embertöknek ide táplálék felelősség. Ne ragudjon, főzik vagy sütik ezt a bögögyét? Hát a bözsi az főzi, de azt nem szeretem. A komámasszonyét szeretem, mert az főzi. Most mondta, hogy főzve nem jó. Ahogy a bözsi főzi, úgy nem szeretem. Értem, tehát akkor főzik. Inkább sütik, vagy megisszák. Hogy isszák meg, hogyha sütik? No, ezt kérdeztem én múltkor a bözsitől, és azt mondja, háj, Marci bácsi, értem maga, mire célozom. Ez valami süteményféle? Hogy lenne sütemény, amikor nem az? Értem, legalább azt tessék elárulni, hogy miből készül. Diót azt ne tegyenek bele, nem bírja a gyomrod. Ez valami fő étel? Hát, hogy lenne fő, amikor az ember csak úgy mellékesen bekapkodja. Igen, legyen, hogy mit tetszik bekapni. No, maga most csúnyát gondolt, fiatalember. Megveri a jó Isten. Tessék parancsolni az étlap, jó? Hát, nem lakok én ezzel, jó? Tessék választani. Nézd már, ezen nincs is semmi. Lapozni úgy, jó?
Micsoda firle francos étel. No, ez mi? Cordon Beata. Nem kérem, az cordon bleu, sonkával és sajttal töltött sertés. Szegény sertés visíthatott, amíg bele tuszkolták a sajt. Értem. Hozhatom? Risotto. Rahami falunkban is van egy Otto, de az Kovács Otto. Nagy belák ember. Nem, a risotto az zöldséges rizs. Nem, már. Töke hal. Hát nem tudtam, hogy töke van a halnak. Töke hal. Nagyon finom. Hozhatok egy szeletet belőle? Várjon már. Ha már ide tolta a pofám mellé, elolvasom ezt a könyvet. Tessék olvasgatni, addig én tovább megyek, majd visszajövök. Nem, maradja nyugodtan már. Szinte megkedveltem azt a bamba képit magának. Értem. No, ez itt mi? Holba Hotel Lanz. Ők támogatják az étlapunkat. Na, én meg már majdnem megrendeltem. Mi lenne, meg tetszene kóstolni értelmünk specialitását, a seletoni burgonyajavát? Burgonya java? Hogy héja van a burgonyának, hallottam, de hogy java? A seletoni burgonya java, az paprikás krumpli, áfonya lekvárral. Na, azt mi nálunk meg mosléknak íják a faluban. Mondja, húsétel van-e? Hogyne, miért tetszik parancsolni? Hát, amit át tudok látni a fogsoromban. Értem, de mit? Marha, sertés, csirke, hal? Na nem, ám, most fősorolja az egész állatkárt. Van vathúsunk is. Nem, hozzon nekem egy szelíd tehén szeletet. Értem. És milyen köretet? Köretet nem kérek hozzá, a rizsát hozzá. Angol, spanyol, kínai. Fehér. Értem, szóval egy szelet sűrt felsál, kínai rizssel. Várjon csak! És, igen? Ne, mégse nem osztott. Jaj, bácsi, tessék már eldönteni, vagy tessék szépen hazamenni. Igen, itt nem szolgálnak ki egy ilyen magamfajta idős hülye embert. Én a ombudsmanhoz fogok fordulni. Jaj, tessék, nézd, most már két asztalnál is várnak rá. Várjanak rá, érnek, ad már. No, olyat hozzék nekem kell. Lajoska, mit hoztál a kettes asztalhoz? Bögögyen. Bögögyen? Hát, meg mi a rossz? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Érdeklődni szeretném. Csomagoljam, vagy már is becsomagoljam? Még azt sem tudja, hogy mit akarok vásárolni. Mit? Nos, szükségem lenne egy... Bármi, amire szüksége van. Mondom, szükségem lenne egy fúróra? Nem. Emelkem itt óriási a választék, ez szerszám volt. Igen, nyugodjon meg, vas műszaki dolgot szeretnék vásárolni. És régebben cukrászta volt, és akkor útlábat kellett kapni. Ma meg már nem lehet útlábat kapni, milyen különös véletek. Ön mondjuk így hisz a véletlenek? Hát nem. Nem szerettem a útlábat. Hát nem is kap. Akkor mit tetszik például fúró? Képzelje, nem egy fúrót. Hát ez nekem nem fog menni. Mi nem fog menni? Hát elképzelj, hogy nem fúrót kér. Akkor ne képzeljen el semmit, csak hallgasson egy kicsit, jó? Bármire szüksége van, meg lesz elégedve. Meg, biztos meg leszek egyszer, meg leszek elégedve. Én fogom kiszolgálni, én vagyok az eladó. Igen. Tegnap például a Pista bácsi volt az eladó, de milyen szerencsé, hogy ma én vagyok. Hogy én milyen nagyon örülök ennek. Holnap is én leszek, nyitástól zárásig. Tehát biztosan tudna rajtam segíteni, hát feltéve, hogyha akar. Abszolút, te vagy nagyon segítőkész vagyok. Igen. A Pista bácsi segítőkész, nem annyira, mint én, mert én nagyon tudok segíteni. Igen, akkor most... A pénztárnál tetszik fizetni. Egyszer, majd ott fogok fizetni én. Fogok. Na, majd hogyha elárulja, hogy mit akar venni. Például egy fúrót. Nem fúrót, elmondhatom végre, hogy mit akarok. Hogy ne, bármi van kérdés. Anya csavar kell. Anya, csak egy van. Anya, téged keresnek. Nem érti. Csavar. Csavargattunk, ha? Mi köze hozzá, hogy mire kell nekem a csavar? Csavar kell és kész. Mire? Nem mindegy, hogy mire. Milyen csavarok vannak? Vasból készültek. Minden csavar vasból készült? Ez nagyon vasból készült. Igen, hát akkor mutasson néhányat. Elfogytak. Akkor miért ajánlgatja nekem a csavarokat? Nem ajánlgattam, meséltem róluk. Mesélek például a lapos fogóról. Nem, köszönöm szépen, megyek máshová. De várjon. Adok magának 10 deka finom rajszöget. Köszönöm szépen, sehány deka rajszögre nincsen szükségem, majd legközelebb viszlát. Na jó, várjon. Adok magának csavart, látom ez magának szívügye. Na. Tessék. Ember.
hiszen ez egy fúró. Én mondtam, hogy van fúró. Kérem befáradni a következő vizsgázónak. Good, good, guts, gutsun, gutsun, szám. Mondja csak nyugodtan magyarul, hogy jó napot. Jó és napot. Üljön le, kérem. Ugye az ő édesapja. Igen, elnök úr, igen, igen, igen. Hát akkor kezdjük valami egyszerűvel. Annál azért egyszerűbbet, tudja, az apja. Igen, igen. Nos, fordítsa le angolra a következő mondatot. A róka ellopta a sajtot. Te Fox, Foxy. Foxy? Terrier. Igen, és akkor most az, hogy sajt, na, hogy van angolul? Ezt mondjuk akkor is, amikor fényképeznek minket. Megapixel. Nem, nem egészen, de van egy ilyen madár is. A búbos vöcsök. Határeset. Én azt mondom, hogy fogadjuk el a választ, jó? A fiatalember tudása önmagáért beszél. Önmagáért beszél, csak sajnos nem angolul. Én a magam részéről a vizsgát befejezetnek tekintem. Mindenképpen. Mindenképpen. Nos, kedves fiam, hát ez mindenképpen szép olyan... teljesítmény volt. Igen, igen. De szeretném, hogyha a tanár úrral egy kis élőbeszédet prezentálna, csak a forma kedvéért. Aha, aha. Nos, how are you? Hát ezt tudom, a how are you az az angolok kultikus állata. Ezért is van, hogyha két angol találkozik, úgy üdvözlik egymást, how are you? Hogy láttál-e már ma reggel Karón how are you-t? Hiszen tulajdonképpen akár ezt is jelenteni. Logikusan hangzik. Mondja, és az édesapja a hivatalban sokat dolgozik? Hát apám már nem dolgozik a hivatalban. Nem. De akkor lenne szíves egy mondatot lefordítani angolra? Apai ágon lévő másodunokatestvérem, aki heveny vesekérek problémával küzd, a múlt héten Batáviába utazott, hogy ott kísérleti magfizikával foglalkozzon. Hát nekem 10 faternál kell lennem a minisztériumban, nem hiszem, hogy megleszek én addig ezzel a minisztériumban. Igen, hát előléptették államtitkárra. Hát akkor csak egy rövid kérdés, a csillagos ötösért. Hogy mondjuk azt angolul, hogy államtitkár? Oh yes, none of thy son and tire, it handles as son and nothing. Oh no, it and son and tire, and no trees are tied away, and I don't say solitary fight. Mit mondott? Tőlem kérdi? Az én apám is államtitkár. És most a szenzáció. Egy magyar író bejelentette, az egész Harry Potter őrület merő plágium, hiszen ő már évtizedekkel ezelőtt megírta a kis Henry Potter életéről szóló mesekönyvet. Idősebb Kara Jenő nem kevesebbet állít, mint hogy az ő könyve az egyedüli, hiteles változat. Stábunk otthonában kereste fel az idős mestert. Miről szól az ön könyve? Hát ezt nem mondhatom el, mert mondjuk én már minden jogot így eladtam, és éppen most készül belőle a film. Megtudhatnám, hogy mi az ön által írt könyv címe? Azt igen, ugyanaz, mint ami a filmnek is a címe lesz majd. Megtudhatnám, hogy mi a film címe? Harry Potter és a rakodópart alsó köve. Ennyi? Jó. Köszönöm szépen.
Természetesen utána jártunk a dolognak, és kiderült, hogy a hír igaz. A film munkálatai tényleg elkezdődtek méghozzá itt Magyarországon. Stábunk ellátogatott a forgatás helyszínére, ahol exkluzív interjút készített a rendezővel, Chris Különbusszal, valamint a főszereplővel. No! Silen! Nem fél, hogy filmjét lépte nyomon összehasonlítják majd a Harry Potter filmmel? Yes. Mi a film üzenete? thank you. Oh, it's a man who didn't wait in bar. A film címe Harry Potter és a rakodópart alsó köve. Yes. Ismeri ön József Attilát? No, Attila József. Theater. Van kedvenc jelenete? A kis Zameg Béluskát 666 jelentkező közül választották ki a szerepre. Bélus már a válogatás során kitűnt ügyességével és rátermettségével. Bélus vöröshajú barátját a kis Áfonya Dezső játsza, aki titokban épp egy jelenetet próbál. Bélus egyébként sokkal érettebb volt társainál. És a stábba is szinte azonnal beilleszkedett. Dezsőke, hajrá! Szerinted miért te kaptad ezt a szerepet? Tényleg annyira tehetséges vagy? Szerintem igen. De az az igazság, hogy sokan voltunk a válogatáson. Aztán végig a rendező bácsi engem választott ki, mert aztán mondta rám, hogy én gyerek vagyok. És aztán a térdére ültetett, és akkor megsimogatta a combomat, és azt kérdezte, hogy tudom-e, mit csinál két ember, amikor kedvelik egymást. Tudom, és akkor mondta, menjek be vele az irodába. Igen, hogy boldogultál a szereppel? Hát eleinte nehezen, de megmondom őszintén, mindig is szerettem itt varázsolgatni, meg minden. Mondjuk sokszor elb***am a szöveget, de hát ők is elb***ak a felvételeket, aztán valahogy belejöttem. Azt úgy jött már belőlem a duma, mint a lapos. Az íróval, Kara Jenő bácsival találkoztál-e? Jenő bácsi? Hogyne? És csak úgy hívja itt mindenki, a vén trottyos. A Jenő bácsival úgy találkoztam, hogy jött, és én ott voltam, és akkor itt összetalálkoztunk, és akkor ő is azt mondta, hogy üljek a térdére, megsimogatta a combomat, de ő meg azt kérdezte, hogy szeretek-e én fürdeni, és mondtam, hogy szeretek fürdeni. És akkor ő azt mondta, mászak be a kádba, és akkor ő levideóz engem. Most éppen egy jelenetet forgattok, be vagy már sminkelve? Be vagyok már teljesen sminkelve. Annyira szeretném látni azt a híres Harry Potter sebb helyet a homlokodon, megmutatnád? Nem, de mindjárt csinálok egy varázskört, és jó, kinől a bajsz, de... Fialiba! Stábunk egy rövid időre természetesen bepillantást nyerhetett a forgatásba is. Rendet kérek, még egyszer felvétel lesz. Ki
940. tekercs, 45. kép, a vonaton 751-szer. Tessék! Te! Tényleg a Harry Potter van? Olyan hülye vagy, hát én Zamek Béla vagyok. Nem Zamek! Marha! Nem Zamek Béla! Potter, Potter, Potter! Ez 45. kép a vonaton, 751-szer, tessék! Te tényleg a Harry Potter van? Igen, az vagyok, te hülye vörös köcsör! A válasz igen! Egyszerűen igen, igen, igen! Leállunk, leáll! Igen! 752-szer, tessék! Jé, egy gyöngytigris. Hülye vagy, ez gyöngybagoly. Hallod? Tényleg a Harry Potter van? Az hát. Láthatnám a homlokot? Nesze! Egy kész leáll! Te kis majom, ha azt mondja, hogy láthatnám a homlokodat, akkor a sem helyedet mutasd meg! Te kis barom, pedig ne azt kérdez, hogy láthatnám a homlokodat, hanem azt, hogy láthatnám a sem helyedet! A tigris volt, a tigris volt! Meg te kis azt mondtam, hogy leáll, 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 állj, leáll! Na ne! Éve! Megmondanák nekem, hogy hogy találok oda a Kovács János házához? Na, én megmondom magának, kérem szépen. El tetszik indulni egyenes. Tetszik menni, menni. Aztán letetszik kanyarodni jobbra, ott lesz egy kis patak. Ott letetszik kanyarodni balra. Na most ott lesz egy megállni tilos tábla. Na, onnan már ne tessen kanyarodni se jobbra, se balra, csak tovább egyenesen. Na most kérem, a palogéktól visszább lesz egy kút. Na, rosszul mondod. Mi? Nem lesz egy kút, van ott egy kút. Van, hát, azt mondom én is. Azt mondtad, hogy lesz ott egy kút, van ott egy kút. Van, hát. Na, ott kell lefordulni. Nem ott kell lefordulni, a Piriék házánál kell lefordulni. A Piriék hátrább laknak a palogéktól. Dehogy laknak, hát tudom, ha odahordom a trágyát. A palogék előtt lesz egy kút vissza. Na most, ha ő elkanyarodik a Piriék irányába, akkor a Csúnya Margitékhoz jut, dehogy, ott meg aztán... Dehogy, a Csúnya Margiték följebb laknak, mint a balogék. Hát, ismerem, mert a Csúnya Margit megvette Kaszapistát, ezt a földet, az meg aztán megvette a fiának, ne, a Gyulának. Nem a fiának vette. Dehogy nem. A Rózsinak. A Rózsinak nem. Neki adta a Leventének. Ne, jó, a Levente a Rózsinak a fia. A Rózsi fia a Levente, de? Viszont nem ismeri a Hugót. A Hugót? Na. A Hugót azt én sem ismerem. Elnézést, hogy közbeszólok. Jó napot kívánok! Én csak a Kovácsékat keresem. Megmondanák, hogy hogy találok oda? Megmondom én magának. Megmondom. Mert én annak idején jártam kinn a fronton. Hát ott aztán nem volt mellébeszélés. Ma ha menni kellett, akkor menni kellett. Azt mondja, járt a fronton. Ja. Én jártam a fronton. Én hadifogságban voltam 5 évig. No, voltál te hadifogságban? Én harcoltam. Én nem hagytam, hogy engem elfogjanak. Én mindig az élvonalban voltam. Én a Kovácsékat keresem. Jó napot kívánok! Kovácsék? Nem még keresi, hát nem tűnt az el! Ja. A furmányos ember a Kovácsék! Várjál! Nem a János keresi! Ha? A háza! Ha minek azt keresni? Kérem, az ott van, ahova a Matyi építette! A Matyi. Mert a Matyi! Emlékszel, a Matyi építette olyan is a gyerek háza! Ja, igen! Ő elvett a Mari, te! Ah. A bizony, kiderült, képzeld, a Mari, meg a Matyi összeházasod. Na de, megmondom magának, ha így érdekli, hogy a Matyi
az nem csak a Mariba helyezte a bizalmát, mert nagyon nagy diplomok emlékszelett. Ilyen falugyűlésen, alig tudtuk kiúzni a fejét. De várját, az a Mari csak kellett vételni. Az estékét átjárt a Tibihő. Na a Tibi, a Pirinek az öcse volt. Meg traktoros. Na ő szállított a kultát a Kelemenhez, a Malmába, ki a falu szélére. Na, a Kelemen sose volt otthon. Hova járt? Átjárt mindig a Verához, hogy elletni. Mert a Vera, az meg az én feleségem. Meg a Kelemen szeretője. Én a Kovács Jánost keresem. Lennének szívesek megmondani, hogy merre talál. Ide figyelj a fiatal ember. Tudja maga, hol lakik a toppantó irén? Ne. Mert az lényeges. A csúnya a Margitéktől kicsit idejött. Igen, mi? Nem idébb, te! Odébb! A most mindegy, hogy idébb vagy odébb, lényeg az föllebb lakik, tehát így a csúnya Margit föllebb, ott, ahol a Vince bácsi lakik. Ne. A Vince bácsi a paplak mellett lakik. Dehogy is, a paplak mellett. Lakik a Katika, ahol a patika át. A Katikát vette el a Dezső. Dezső! Aj, a Dezső egy év elvett a kapával, hogy dagadna bele a lába az okniba. Azóta se hozta vissza. Uraim, én most már az egész falut ismerem. Tudom, hogy ki, kivel és hányszor. Én most már csak azt tudom, hogy a Kovács János hol lakik. Lennének szívesek megmondani? Persze, nem mondanám. Nem. Miért nem ezzel kezdte? Kérek, Kovács János arra az irányba elindul arra egyenesen. Nem a Pirihez akarok menni, a Kovács Jánoshoz akarok menni. A Pirihék arra vannak, tehát erre így megy. Megy, hosszasan megy. Csak megy. Aztán lát egy táblát. Táblát? Milyen táblát? A falu végét jelző ja, táblát. Ja, onnan már nem fog eltévedni, mert már onnan már látni fogja. A Kovács János házát? Nem. A szomszéd falut. A szomszéd falut? Ja, a Kovács János már legalább 4 éve oda költözött. Jó napot! Ön eladó? Én nős vagyok. Vásárolni szeretném. Aztán mi közöm van? Öntől szeretnék vásárolni. Nézzem már körül. Hát legalább 5 eladó van itt. Pont engem szúrt ki. Önt láttam meg először. Nézze, kutyát lát meg először. Tőle akar vásárolni. Hagyjon már béke. Nézelődjön egy kicsit. De én már tudom, hogy mit akarom. Ne legyen olyan magabiztos. Sok ilyet láttam én már. Szeretném, ha kiszolgálna. Igen. Hátát nem akarjam meg. Hát mi vagyok én? Házi szolga. Megtetszett egy szőnyeg a kirakatban. Na és? Majd elmúlik. Hirtelen föllángulás. A maga korában van. Mi baja van a korommal? Hát nekem sem. Csak mondjuk ebben a korban már nem nagyon bitangul el az ember messzire. Egy kicsit több tiszteletet adhatna fiatalember. Tiszteletet? Azért jön be egy szőnyegáruházba, hogy tiszteletet vegyen. Adjam már békén, nem érünk én apróságokkal foglalkozni. Én csak egy szőnyeget szerettem volna venni. Na látja, csak szeretett volna. Beül ide, aztán kisétál ennek, hogy bármit vett van. Mindig már szórakozik vele? Egy szőnyeget akarok venni. Nem mondja, mert szőnyeg mondom, mint mást vele. Mi, sajtos kifli? Melyiket akarja? A kirakatból azt a pirosat, apró pici fehér mintákkal. Mama maga bankot robbantott, tehát a 3 havi nyugdíjas emelé. Tisztában vagyok az árával. Kérem a szőnyeget. Látja, hogy én hol vagyok, meg hol van a kirakat? És menjek oda, nyissam ki a belső üveget, hozza, mint ezt nem tetszik, vigyem vissza. Meg a pikker rá. Felháborító a viselkedése, fiatalember. Velem így még senki nem beszél. Meg is látszik magán, el van kényeztetve. Bejön, kinéz valamit, aztán rögtön megkapja. Mi? Hát nálam ez nem működik. Nincs hajlongás, protekció. Akkor minek írják a reklámodban, hogy udvarias kiszolgálással várják a vevőiket? Hát mi vagyok ilyen különleges tudakozó? Reklám? Ne dőljön már be a reklámokat. A reklám azt is, hogy kedves vevőinket várjuk. Mi? Maga talán kedves, akadékoskodó, kötekedő, depresszív. Menjen már innen! Szégyelje magát! Vimos, fráter! Ide se jövök többé vásárolni! Nagy dolog, mert most sem vásárolt semmit. Szórakoznak az emberek, föltartják az embert. Azért a lelkét teszik ilyen felsőbb. Ez a köszönet. Annál jobban haladó az üzenet, hogy idézi a életét.
szép. Köszöntelek benneteket itt, a Csokonya Pusztai Művelődési Ház dísztermében. Köszönet illeti drága polgármesterünket, Pozsár Jenőt, aki megteremtette annak lehetőségét, hogy mi is játszhassunk szép eset. És köszönjük jegyzőnknek, Cifra Jánosnénak, aki elkészítette a virtuális szép dobozait unokáival, Klárival, Julcsival, Pannival és Zsoltival. Ezek a virtuális széfek nyereményeket rejtenek, kettőt kivéve, kettőben ugyanis kézigránát van. Szólítom az első játékos párunkat, apát és fiát, Bazsó Bálintot és ifjabb Bazsó Bálintot a Ribizli utcából. Nézzétek meg a következő párt, mert ők lehetnek a potenciális versenytársaitok, hogyha a szimpatikusnak találjátok őket. Nézzük! Fucsek Pollát és Taga Józsit! Jól van, Taga! Igen, már itt van, ha? Két idiótát ismerem őket, a Polla, vagy Pollis, vagy Polla? Kicsi. Polla, hát nem is falubéli. Ja. Akkor nem őket választjuk. Hát persze, hogy nem. Nem, a, nem, a, nem, a, nem. Rendben, akkor nézzük meg, kikkel fogtok játszani? Kikkel játszani? Na. Gyertek, parancsoljunk. Itt gyertek, ide föl, igen. Hát köszöntelek benneteket. Biribócné Konoklenke az édesanyja, és Biribóc Helénke a lánya. Hát akkor kezdődjék a játék! Első kérdés. József Attila Mama című versében mióta gondol édesanyjára a költő? Először azt állítom, hogy már egy hete csak a mamára gondol. Már egy hete csak a mamára gondol. Hát ha egy hete, ugye, akkor kérdés, hogy mikor utazott el? Nem úgy van, mert ha már egy éve rásra bagózott az anyjára, azt most hirtelen észbe kapott. Na de hát, ha már egy éve elutazott, akkor még csak egy hete gondolna. Nagyon nagy idő az egy év, fiam. Lehet az egy hónap is. Úgy gondolom az apám, hogy már egy hónapja csak az anyjára gondol? Egy hónap, de minimum két hete. És ha nem egy éve van távol? Na, várj, és ha rühelte, azt mondja, jó édes anyja. Akkor nem gondol rá egyáltalán. Az könnyen meg lehet. Mi legyen? Mi legyen? Hát, legyen mondjuk egy hét. Kevésnek érzed ezt a hetet? Kevésnek, igen. Kérjük a másikat. Oh. Jó. A másik? Már egy perce csak a mamára gondolok. Oh, ez lesz az, ez a. Hallgassuk meg. Hogyha az öröm óda szólal meg, akkor nyithatjátok a széfeket. Nem egy perce, már egy hete csak a mamára gondolok, mindig meg megállva. A k***a, 7-8-ra neki már. Van az 9-es apám. Helénkék jönnek. A második kérdés. Négy lába van a lónak, mégis mit csinál? Az első állításom az, hogy nyerít. Gondolkozzunk, kislányom. Anya, a ló nyerít, nem? Ez igaz? Na de akkor is nyerít, ha három lába van. Akkor nyerít csak igazán, mert akkor hiányzik nekem a negyedik. Nem fogadjuk el. Ez végleges? Nem, vagy igen, kérjük inkább a másikat, anya. Jó. A másik. A lónak négy lába van, mégis megbotlik. Anya, ez rossz. Nem baj, játszunk! Azért baj, mert játszunk! Jó, minden esetre megnézzük! Fogadjuk el! Jó! Jó a válasz! Nos, nyithattok két széfet! A kettest és a... Meg a tízest! Tízest! Jó, nézzük a kettest!
No. Egy nyeles fésű. Nem kell a fésű. Nem kell a fésű. Rendben? Megnézzük a tízest. Bálinték jönnek. Hogy hívták az első űrhajóst, akit kilőttek a világűrbe? Az első állításom az, hogy Bob Dylan. Figyelj ma ide! Az volt a Farkas Berci volt az első magyar űrhajós, aztán volt ez a Kubaszov, de azon a néven nem lehetett az első. Kubaszov, az nem egy pornósztár, apám? De az is lehet. Nem, ez a Bob Dylan maximálisan a második lehet, a harmadik lehetett. Tehát akkor kérjük a második. Kérjük a második. Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Megnézzük, hogy jó-e. Ha nézd meg. Úgy izgulok, apám. Ahogy a fenében. Büszke vagyok rád, apám, a tudtam. Melyik szépen kisült ki? Ami hatos lesz. Ne, lehet, hogy abban van a kézigránát, inkább este. a heteset. Nem, vagy a nyolcasat. Nem, ez a hatos, f***, kilences. Nyolcas, kilences. Először a kilencest. Nyissuk ki először. Nyiss az, Márti, nem idegen, már meg. Komolyan a fejbe rúgom, na. Hajaj. Na. Hú, de szép! Az adja Isten, idején van! De szép! Az ő Viszont a kezed nem nagy. Egy eltartó. Megtartjátok? Na, hogy megtartjátok. Jó lesz ez neki. Magyarra ráfér. Ez azt jelenti, hogy egyelőre egy hatalmas, gyönyörű melltartó képezi a közös nyeremény alapot. Az utolsó kérdés jön. Hogyha jól válaszoltok, ti kerültek a döntőbe. Ha viszont rosszul válaszoltok, akkor Bálinték kerülnek a döntőbe. Ismeritek a kifejezést? Bumerang. Annyit tudunk róla, hogy egy vicc szerint nem lehet eldobni. De mit takar ez a kifejezés? Az első állításom az ausztráliai indiánok ősi fegyvere. Anya! Én úgy emlékszem, hogy ez a bumeráng, ez egy gyógynövény. Nem kevered össze a kamillát? Nem, ebben is gyógyteát főznek, csak ezt az epilepsziásoknak adják. Nekem úgy rémlik, hogy ez a bumeráng egy görög hangszer. Jó, a fegyvert elvetjük. A másik állításom, hogy a bumeráng egy tornaszer. Ez már jobban tetszik. Igazad van, anya, nekem is rémlik, nem az az, amit a sportban a nők így dobálnak föl. Az lesz az, ami nyertünk. Amire te gondolsz, az a buzogány szerintem. Lehet. Fene, igen, nem számít. Nézzük meg! Érdekes fordulat. A döntőben Bálinték mérkőznek meg a melltartóért a reklám után. A szív. És itt vagyunk a döntőben. Bálint és Bálint. Itt van ez a két szív. Az egyikben ott van a melltartó. A másik üres. Egyetlen kérdésre vagytok tőle. Ha jó a válasz, eltűnik az üres szív. Aha. Hogyha bizonytalanok vagytok, azt javaslom, inkább álljatok meg. Jöhet a kérdés? Jöhet. Ja. Mi a krumpli bogár másik neve? Az első állításom az, hogy Colorado bogár. A krumpli bogár legyen mindig krumpli bogár. Ilyet, hogy Colorado bogár. Ilyet hallottam a hülyeséget? Nem. Colorado soprána van, de nem bogár. Soprána. Fater, az nem egy pornósztár. Pornósztár? Hát most rám, főz rám, szoprám. Azt, hogy Colorado, ezt én lekapcsolom, vagy kizárom. Kizárom. Induljunk ki abból, hogy honnan származik a burgonya. Burgonya? Burgenlandból. Te okos vagy, apám! Jó. Kérjük a másikat. De most nézd már, hogy húzza az időt.
a krumpli bogár másik neve? Ne idegelj ma, nem tudok szárolóba, befele beszélnél. A páfrendet. Na most itt ezt már álljunk be, tényleg. Megállom. Jól döntöttetek. Igen. A krumpli bogár másik neve a Colorado bogár. Igen! Colorado. Jól nagyon. Colorado. Már csak az van hátra, hogy válasszatok. Egyes vagy kettes? Hármas. Hármas. Egyes és kettes van. Nagyon behatároz, Balázs. Nagyon behatároz. Szegény gyerek. Jó, akkor legyen az egyes. Na, jó. Egyes. Melyik őtök nyitja ki? Potter. Jöjjön, Bálint. Az egyes szépet választottátok? Parancsolj. Az egyes. Az egyest. Én megfogom neked. Köszönöm szépen. Már a dobozt? Ja, igen. Azt hittem, hogy hazahozod. Nyissam! Nyisd! Anya! A k***nyák életbe! Ide lép! Ide lép! Nagy az öröm, nagy az öröm! Bazsóék hazavihetik a melltartót a Sors Pintorra, hogy ezt a nyereményt Bazsóné Kucsera Katalin tehenész ajánlotta fel nekünk. Végül is jó helyre került. A viszontlátásra!